A különleges tanórán a tornateremben a kisiskolások beszélgettek a terápiás kutyák gazdáival, a felelős állattartásról, a kutyákkal szembeni viselkedésről. Megtudták azt is, hogyan kell viselkedni az idegen kutyákkal. Megismerték a terápiás ebek munkáját és szokásait. Beszéltek arról is, hogy miért tudnak többet adni a terápiás kutyák, mint a házi kis kedvencük. Ugyanazt tudja adni, mint a többi kutya, viszont egy sokkal kontrolláltabb környezetben, és egy kontrolláltabb kutyát kapnak, akivel úgymond bármit megtehetnek. Tehát ezek a kutyák elő vannak készítve, ki vannak tanítva, hogy meg lehet húzni a fülüket, meg lehet húzni a farkukat. És mindent eltűrnek. Több ügyességi és engedelmességi feladatot végeztek közösen a jól képzett állatokkal a tanulók. Nem maradt el a jutalomfalat és a simogatás élménye sem. A jó hangulatú órán sorversenyt is rendeztek, ahol a kutyák kezelhetőségét tanulták egy-egy feladattal. A gyerekek élvezték a közös munkát. Nekem van 3 kutyusom, és én etetem őket, itatom és sétáltatom, és játszok velük. És nekem itt az volt a legjobb, hogy lehetett játszani a kutyákkal, meg lehetett őket simogatni. A rendhagyó tanórán nem kellett a feladatok elvégzésére biztatni a gyerekeket. A kutya közelségében a gyerekek sokkal aktívabbá válnak, a mozgás sokkal szívesebben elvégzik azok a gyerekek is, akik általában nem annyira szívesen mozognak. Azok a gyerekek, akik például egy picikét félnek különböző ugrásoktól, mozgásformáktól, bátrabbak a kutya jelenlétével, a harsányabb, ügyesebb, esetlegesen túl aktív gyerekeket pedig nyugtatja a kutya jelenléte, mert igazából minden állat jelenléte gyógyító erejű. A kutya jelenléte képes a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek stressz szintjét is csökkenteni, segíteni abban, hogy az iskolába járás ne negatív élmény legyen. Az állatasszisztált terápiát ma már több iskolában alkalmazzák Magyarországon. Az EGRI iskolában első alkalommal voltak terápiás kutyák, de nem mondanak le a folytatásról.